Anyu szemüvege. Anyu odaadja a doktor Ozsihoz a régi szemüvegét, bár ő logopédus. Régen ezzel látta csak, hogy milyen picék a pöszék, és sejtelmesek a sejpítők. Nekem nem volt soha beszédhibám, pedig szerettem volna egyet, de anyu nem engedte. Sőt, Robiba azért voltam szerelmes, mert dadogott, de miután anyu kigyógyította, már nem volt az igazi. Anyunak már nincs szüksége szemüvegre, mert az orvos bácsi meg lézerkardozta a szemét. Beviszem a szemüveget az Oviba, csak a Robi szájába nem tudok belenézni, mert amióta nem dadog, folyton beszél, és egyre gyorsabban. Legtöbbször azt mondja, korán reggel ritkán rikkant a rigó, mert a gyakorlat teszi a mestert. Ihas Tamás költővel ülök itt a Fővárosi Beszédjavító Intézetben, ugyanis az történt, hogy a Tamásnak a könyvhétre megjelent a Bőrön napú című nagyon szép könyvecskéje, amiben furcsa módon egy logopédus néniről szóló vers is található. Azt kérdezném tőle, Tamás, hogy ugye tudjuk, hogy az irodalomban, meg a költészetben a logopédus azért nem egy ilyen megfogható dolog. Én nem nagyon tudok olyat, aki valaha megírta, meg rajzolta volna a logopédiát, vagy a logopédus nénit. Te miért találtál erre a témára? Elsősorban az volt az alapvetés, hogy az édesanyja karaktere, ez egy családról szól a könyv, és az édesanyja karaktereiből hiányzott valami, és hirtelen ötlettől vezérelve ő logopédus lett. És azért lett logopédus, mert én gyerekkoromban elég sokáig szorultam. Tehát beszédjavításra szorultam, közben kiderült, amikor iskolás lettem, hogy diszgráfiában és enyhébb diszlexiában is szenvedek, és akkor ez még folytatódott negyedikes koromig a terápia gyakorlatilag. Tehát jártam be rendszeresen a Festetics utcába, a Beszédjavító Intézetbe, és különböző gyakorlatokat végeztem, és ebből csak arra emlékszem, hogy hatalmas újságpapírra kellett betűket rajzolni, illetve betűk alapjait, tehát fecskét, ugye, hogy F betűt tudjak rajzolni, akkor köröket, A betűt, hogy az O betűt és az A betűt meg tudjam különböztetni, illetve mások meg tudják különböztetni, mert nekem mindegy volt, hogy leírom, csak más nem tudtál olvasni. Ez igen, ez a lényeg a dolognak. Tehát tulajdonképpen egy gyerekkori emlékből táplálkozott, hogy ez a figura, tehát az anyuka az logopédus lett. Tehát akkor te anyukád nem logopédus? Nem, az én anyukám könyvtáros, és nincs közel ehhez. És vannak élményeid a Festetics utcai logopédus nénikről, vagy néniről, nem tudom, hogy logopédussal találkoztál? Nem is olyan sokra emlékszem, tehát ugye hetente jártam be, és ez a rajzolgatás, meg emlékszem, hogy hasonló volt egyébként a berendezés, mint itt a szobában, tehát ott is volt egy polc és rengeteg játék, ha jól emlékszem, volt egy üvegfal, tehát jobban emlékszem a környezetre, mint a személyre, akivel foglalkoztam, de lehet, hogy azért, mert introvertált kisgyerek voltam, és a környezetet előbb figyeltem meg, mint azt az embert, akivel szociális interakcióba kerülök. Hát akkor sajnos a nevét nem fogjuk megtudni a logopédus néninek, de nem emlékszem, ugye? Nem emlékszem. Hát ha valaki felismer. Azt tudom, hogy hogy elvileg a szüleim bevittek a Meitzner Ildikóhoz, és ő akkor még élt. Igen, és ott dolgozott, de semmire nem emlékszem belőle. Tehát ez, apukámat meg anyukámat kéne erről faggatni, tehát semmi. De az, hogy ő tulajdonképpen ő volt, aki igen, megállapította, hogy tényleg igen, ez a gyerek diszgráfiás, diszlexiás, és akkor terápiára szorul és járjon hozzánk, de hát nyilván nem ő foglalkozott velem, hanem ő volt akkor igazán a legnagyobb hazai szakértője. Meg még most is azért. Ugye ennek a versnek az a címe, hogy anyu szemüvege, és most abból indulok ki, hogy a szemüveg, mint ilyen
látásmód vagy ránézés, ez látásmód, egy egyéni látásmóddal is jár szerintem, én nem vagyok logopédus, meg nem értek hozzá, de nyilván ha ránézek egy kisgyerekre, egyrészt sokkal jobban láthatom a fejlődését, mint egy egyszerű pedagógus talán, bár egy pedagógusnak is az a dolga, hogy egy gyerek fejlődését nyomunk kövesse, de a logopédus mégsem csoportokkal foglalkozik többnyire, hanem egyénileg. Vagy nem tudom, legalábbis én, nekem mindig egyéni foglalkozásaim voltak, tehát nem voltam másokkal összerakva. Ebben a versben ugye van egy icipici ilyen kis, hogy mondjam, irónia is, bár gyerekversekben ez ritkán kerül elő, de hogy ugye a kislány az úgy érzi, hogy attól különlegesebb lenne, ha neki beszédhibája lenne. Így iskolában rögtön, ahogy az írás tanultok, akkor látszódott, hogy nekem gondjaim vannak, betűket cserélek föl, tehát és fura módon, hát ez mai napig megvan, ha gyorsan írok kézzel, de akár géppel is, akár meg a gét, ugye, mivel egymás zöngét-zöngétlen párja, ezt azokat látszik, hogy jártál logopédushoz. Igen. Nem csak logopédushoz, hanem elméleti nyelvészetet is tanultam az egyetemen. Tehát akkor látszott, akár ahogy olvasok, akár ahogy írok, de főleg az írásnál látszódott, hogy problémáim vannak. Mondom, elsősorban diszgráfiám volt, de az olvasásnál is hát azért nehézkesen. Olvasás értéssel nem volt problémám, mint általában a diszlexiásoknak van, hanem egyszerűen más szó. Tehát a szó első felét beazonosítottam a szó egészét, és akkor így torzul. De egy utólag el tudtam mondani, hogy miről szólt a szöveg, tehát az sikerült. Attól függetlenül 5. például iskolát váltottam, a Kodály Zoltán Magyar Kórus iskolába kerültem, és akkor ott a fél év után az iskola egyik vezetője így odahívta az édesanyámat, hogy ez a gyerek nagyon beteg, tehát pedagógusok se tudtak erről a problémáról még. Szerinted ez a nyelvvel kapcsolatos, ugye itt az írott olvasott nyelvvel kapcsolatos probléma, meg aztán utána az, amivé te váltál, ugye a költészet között van valami kapcsolat, vagy neked van ehhez? Vagy éreztettek, mit éreztél mondjuk, amikor ott nagyjából azt mondtad, hogy találgattad ugye a szavakat, tehát az elejét láttad, találtad, mint hogyha már költögettél volna, és hogy mikortól akartál te költő lenni, hol döntötted el, mert az a diszlexiás nem úgy kerül be az iskolába, hogy költő akar lenni. Nem, én biológus akartam lenni egészen 16 éves koromig. Ezzel is akartam foglalkozni, de már mikor elkezdtem úgy konkrétan verset írni, 13-14 éves koromban még akkor is biológus akartam lenni. Csak egyszerűen jöttek a költői sikerek, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor én efele indulok el, vagy efele haladok. De a természettudományos érdeklődés az megmaradt. És azt hiszem, ezért is szerettem a nyelvészetet tanulni az egyetemen, mert az így valahogy határterület, tehát van egy kis természettudományos precizitás is a nyelvészetben. Mert hogyha most így azt mondom valakinek, hogy egy diszlexiás, diszgráfiás indulással valaki odajut, hogy nyelvészetet tanul, és aztán ugye hát ő az, akit olvasnak az emberek, akkor szerintem ezen meghökkennek. Hát lehet, hogy én igen. Szerintem nagyon sok mindent sikerül kompenzálni, meg az ember a hátrányát előnyé tudja kovácsolni, nem csak a diszgráfia vagy diszlexia esetében, hanem nagyon sok hátrányból előnyt lehet kovácsolni. Például én úgy gondolom, hogy a vakok egészen, ha máshogy képesek érzékelni a világot, és ezt előnyükre is tudják fordítani. Hát egyszer volt, hogy találkoztam úgy egy vak lányjal, hogy a rossz busz megállóba kísérték, és
mondta, hogy egyszerűen nem, ő tudja, hogy nem itt kell lennie, hanem a másik oldalra, tehát hogy a keleti fele akar menni, és nem tudja elmagyarázni a látóknak, hogy ők rosszul látják, amit láttak. És ez a mondat, ez annyira szép megköltő is, hogy azóta is a fejemben van, de egyszerűen valahogy a diszlexiánál is, vagy a diszgráfiánál is benne van, hogy ez nem csak egy hiba, hanem egyfajta kreativitással is jár. Tehát amikor az ember így találgatja a szavakat, akkor nem csak egyszerűen olvas, hanem így a saját világát is összerakja. Tehát jár egyfajta, van egy kreatív funkciója szerintem ezeknek a, hát nem lehet mondani, hogy betegség, nem az, hanem zavarnak, vagy... Hát, ki hogy éri már problémának, nevezhetjük. Jó, finom, igen, ja. Szerintem finom a fogalmazó, finoman, de nem szenved. Persze, ez egy ilyen... Ráadásul ugye végigkíséri az ember egész életét, tehát kezelhető, de úgy tudom, hogy ez nem egy gyógyítható dolog, ezért se betegség. Tehát egyszerűen mondom, a mai napig észreveszem, hogy KG, BB, stb. Ezeket egyszerűen összekeverem. Viszont lehet ezek szerint nyelvész is így is az emberből, meg író pláne lehet, költő az emberből. Úgyhogy igazándiból ez szerintem a diszlexiás, a mostani ifjú diszlexiásoknak azért fontos, mert mindig szoktuk a példaképeket, én szoktam mondani nekik bőszer. Végére én szeretnék tőled kérni valamit. Nekem már ez régi vágyam, hogy a diszlexiáról elindítani egy ilyen egymondatos sorozatot, egy ilyen fonalat, aztán majd meglátjuk, hogy egy év múlva mekkora gombolyaggá gombolyodik ez az egész. Ennek az lenne a lényege, hogy akár most mondanál, vagy aztán nekem az is jó, hogyha küldesz egy mondatot, ez nem tőmondat, tehát lehet bármilyen bonyolult összetett mondat is, hogy neked mi az, ami a diszlexiát jelenti. És aztán, hogyha hozzáfűzöd azt, hogy kinek dobnád tovább ezt a mondatot, és írjon ő arról aztán, hogy ő mit gondol a diszlexiáról, akkor én nagyon hálás lennék, és egy év múlva én itt most megígérem neked is, meg mindenkinek, hogy akkor úgy megmutattam mindenkinek, hogy milyen képe van erről a dologról az embereknek. Szerintem hasznos. Ebben benne vagyok. Akkor most fogtok költözni, ugye? Uh-huh, igen. Így. Nagyon szépen köszönjük.